Vágó Gábor és Demeter Márta vezeti az LMP választási listáját, a párt ugyanis önállóan indul az európai parlamenti választáson. Legalább két helyre számítanak. A Párbeszéd is döntött a listájáról, amelyet Jávor Benedek vezet majd, de az MSZP-vel való közös listájukat a következő hetekben állítják össze. Ezt várhatóan március végén mutatják be. Mosolyogva is a győzelem jelét mutatva sétált az LMP kongresszusára Vágó Gábor. Percekkel korábban mutatták be, mint a párt LP lista vezetőjét. Vágó Gábor azt mondta, karakán zöld programmal szólítják meg a választóikat. Az egyik legfontosabb céljuk, hogy segítsenek felkészülni a klímaváltozás okozta kihívásokra. Emellett a multik Európája helyett az emberek Európáját akarják kialakítani. Azt gondoljuk, hogy Magyarország nem lehet sem Európa szolgáló népe, sem Európa szeméttelepe. Magyarországnak ugyanúgy joga van ahhoz, hogy az ott dolgozó emberek megkapják azt a bért, amit megkapnak mondjuk Németországban ugyanazért az elvégzett munkáért. Vágó Gábort Demeter Márta követi a listán, utánuk pedig volt diplomata, biofizikus és tanár is szerepel a listán. Demeter Márta szerint az Európai Uniónak az emberekre kell koncentrálnia. A jelenlegi kormány nem végezte el a feladatát, nem tette a magyar embereknek a szempontjait az Európai Unió asztalára. Mi azért dolgozunk, hogy helyreállítsuk Magyarország érdekeinek a képviseletét az Európai Unióban. A Párbeszéd egyetlen európai parlamenti képviselőjét, Jávor Benedeket választotta meg a párt lista vezetőjének. A képviselő azt mondta, továbbra is a fenntarthatóság, átláthatóság és az igazságosság jegyében akar politizálni. Jávor Benedek szerint a kérdés, hogy Európa merre fordul, az együttműködés megerősítése vagy a dezintegráció szétesés felé. Egyértelmű, hogy ebből a szempontból a magyarországi EP választása szokásosnál is sokkal nagyobb jelentőséggel bír, hiszen Orbán Viktor egy szemében képviseli mindazt, amivel szemben Európának, az Európa párti erőknek közösen, egységes erővel fel kell lépni. A Párbeszéd az MSZP-vel közös listát készít, de az még nem dőlt el, hogy ki hányadik helyen szerepeljen rajta. Most mind a két pártnak megvan a hivatalos listája. Én szeretném, hogyha minél előbb meg tudnánk ennek a listának az összefésülését tenni. Viszont nem szeretnék semmilyen sajtóhírt vagy felvetést kommentálni ezzel kapcsolatosan. A Jobbik külön listát állít. A párt szerint, ha sok szavazatot kapnak az európai parlamenti választáson, akkor a Fidesz nem meri betiltani a pártot. Az európai parlamenti választás fő tétje, mi úgy gondoljuk, hogy a Fidesz be tudja tiltani a Jobbik Magyarországért mozgalmat, a legerősebb ellenzéki pártot ma Magyarországon. Úgy gondoljuk, hogy az emberek erről fognak szavazni az európai parlamenti választásokon. Brüsszeli felmérések szerint a Fidesz-KDNP-nek 13, a Jobbiknak 4, az MSZP Párbeszédnek 3, míg a DK-nak 1 képviselője lehet a májusi választás után.